Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják hétfőn este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Megvan a koronavírus első magyar betege. Reagált Kecskemét polgármestere a Nemzeti Versenyképességi Tanács helyi iparőzési adóváltoztatását érintő terveire. A nyugdíjas foglalkoztatás előnyeit és lehetőségeit mutatták be hétfőn délelőtt a Miért éri meg szakmai fórum sorozat kecskeméti helyszínén. Megvan a koronavírus első magyar betege. Adásunk előtt kaptuk a hírt, hogy Olaszországban mindeközben már 7 meghaltak, és több mint 200-an megfertőződtek. A koronavírus egyelőre megállíthatatlan, itthon karanténba zártak magyar diákokat, tanárokat, mivel az érintett tartományok mellett síeltek. Megvan az első magyar, akinél a tesztek pozitív eredményt mutattak koronavírusra. Ezt ma jelentette be Mencer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Japán mellett helyezték a Diamond Princess üdülőhajót karanténba, amit a napokban feloldottak, az utasok el is hagyták a hajót, a személyzet jelentős része azonban a fedélzeten maradt. Az ott dolgozó 3 magyar egyikénél pozitív eredményt mutatott a teszt koronavírusra, őt elkülönítették. Az illető elmondása szerint jól van, nem lázas, nem köhög. Várhatóan 2-3 napon belül átszállítják vagy egy kórházba, vagy pedig egy megfigyelő központba. A koronavírus megállíthatatlanul terjed. Most Olaszországban súlyosbodik a helyzet. Több mint 200-an fertőzöttek meg, 5-en pedig életüket vesztették. Óráról órára nő a betegek száma. Egyelőre 5 tartomány érintett, ebből 2-t lezártak, Lombardiát és Venétót. Ezeken a területeken van a gócpontja a vírusnak. Több mint 50 000 embert érint az intézkedés. Minden nyilvános, sport és gyermekrendezvényt felfüggesztettek, a kereskedelmi tevékenységet beszüntették. Az utcák üresek, bezártak az iskolák, múzeumok, színházak, vállalatok, gyárak. A tartományokon belül egyes részeket teljesen lezártak. A vírus közben közelít Róma felé, már Lációban is jelentkeztek betegek. Az Olaszországgal szomszédos országok egyelőre nem vezettek be sem a közúton, sem pedig a vasúton beutazási korlátozást. A magyarországi repülőtereken jelenleg hőkamerákkal vizsgálják az utasok lázát. További szigorításokra egyelőre nem kell számítani. Magyarországon 2 hetes karantén alá helyeztek 11 magyar középiskolás diákot, valamint kísérőjüket és az autóbuszok 2 vezetőjét is a Szent László kórházban. A következő 2 héten belül 2200-an érkeznek Olaszországból a kolozsvári repülőtérre. A szakemberek minden utast megvizsgálnak majd, és 14 napig otthoni karantént rendelnek el nekik. Kriskóné Dávid Mária, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény igazgatója épp Olaszországban tartózkodott, amikor kitört a járvány. Ő még mindig a helyszínen van. Évek óta járok egy baráti társasággal Paganellára síelni. Mi nem tapasztaltunk semmit. Rendkívül jó, megszokott hangulatban telik az idő, a sípálya, felvonók tele vannak, az emberek kisgyerekekkel, idősek, fiatalok egyaránt jókedvűen sétálnak, síelnek. Mi Trentino körzetében vagyunk, ez nem a lezárt terület, csak amellett van, sajnos nem túl messze, 100-200 kilométerre. Nem tudunk semmit, aki egy kicsit idegesebb, ők találgatnak, hogy hol töltsük a karantént, itt Olaszországban vagy Magyarországon, de remélem, hogy ez csak egy ilyen teoretikus probléma, és ha hétvégén remélem, hogy simán haza tudunk menni. Több mint 2500-an haltak már bele a fertőzésbe világszerte. A külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a fertőzött területekre most ne utazzon senki. Kínában jelenleg 171, az 5 legfertőzöttebb tartományban pedig 20 magyar tartózkodik jelenleg. Olaszország karanténba helyezett 2 tartományában a külügyminisztérium információja szerint nincs magyar állampolgár. Reagált Kecskemét polgármestere a Nemzeti Versenyképességi Tanács helyi iparűzési adó változtatását érintő terveire.
Varga Mihály pénzügyminiszter február elején jelentette be, hogy a tanács komoly átalakításokat javasol annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei tovább csökkenjenek. Ez azonban az önkormányzatoknak bevételkiesést jelentene. Az elmúlt hetekben heves vita alakult ki a téma kapcsán. Szemerejné Pataki Klaudia polgármester közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy fontos cél a jogszabály módosításával a magyar KKV-szektor előnyhöz jutása, a cégek pedig nem megtakarításként kezeljék a náluk maradó forrást, hanem technológiai fejlesztésre fordítsák azt. A helyi iparűzési adó változtatásával csökkentené tovább a vállalkozók terheit a Nemzeti Versenyképességi Tanács, jelentette be február elején Varga Mihály pénzügyminiszter. Egyebek közt az értékcsökkenési leírást és a kutatásfejlesztési költségek nagyobb arányú levonását tennék lehetővé az adónem kiszámításakor. Miközben a vállalkozóknál több pénz maradna, az önkormányzatoknak mindez bevételkiesést jelentene. A téma kapcsán heves vita alakult ki az elmúlt hetekben, amelyre Kecskemét polgármestere közleményben reagált. Kecskeméten már tapasztalatból tudjuk, hogy az adócsökkentésnek van gazdaságélénkítő hatása, emlékeztet Szemerejné Pataki Klaudia. A város a helyi nagyvállalatokkal közösen dolgozta ki azt a gazdaságösztönző adópolitikát, amelyet 2008-tól vezetett be, évente 1%-kal csökkentve a helyi iparűzési adó mértékét, a 2%-os törvényi maximumról 1,6%-ra. Akkor ezzel a döntéssel növeltük a város versenyképességét a többi hazai településsel szemben. Most pedig egy esetleges országos csökkentéssel Magyarország versenyképessége növekedhet a szomszédos országokkal szemben, írja a városvezető. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a jogszabály módosításával fontos lenne elérni azt a célt, hogy a KKV-szektor előnyhöz jusson, illetve a cégek ne megtakarításként kezeljék a náluk maradó forrást, hanem technológiai fejlesztésekre fordítsák azt. Mindezek mellett tény, hogy az önkormányzatok bevételei csökkennének, ezért a helyi iparűzési adót érintő módosításokkal párhuzamosan az államnak át kell gondolnia a városok, települések finanszírozását is, írja a polgármester. A nyugdíjas foglalkoztatás előnyeit és lehetőségeit mutatták be ma délelőtt a Miért éri meg szakmai fórumsorozat kecskeméti helyszínén. A Bácskiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában megrendezett eseményen nem csak a nyugdíjasok, hanem a vállalkozói szféra is részletes tájékoztatást kapott. Rendkívül nagy tapasztalattal és egyébként ezzel emellett dinamizmussal és kreativitással is dolgoznak tovább. Saját tapasztalatait osztotta meg ma délelőtt Gály József, a Bácskiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, azokról az idős emberekről, akik nyugdíjba vonulások után is erősítik a munkaerőpiacot. A ma délelőtt megrendezett szakmai fórumsorozat kecskeméti állomásán a nyugdíjas foglalkoztatás előnyeiről és lehetőségeiről beszéltek az előadók. Dolgos Attila, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek alelnöke elmondta, elsődleges céljuk, hogy a kis- és középvállalkozásokat, esetlegesen a multinacionális cégeket, akik érdeklődnek a nyugdíjas foglalkoztatással kapcsolatosan, informálják arról, hogy jelenleg Magyarországon 2020-ban milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre. Azt kell tudni a nyugdíjas szövetkezeti lehetőségre, hogy ez egy rugalmas, atipikus foglalkoztatási forma, amiben a nyugdíjasok úgy tudnak munkát vállalni, hogy ráérésüknek megfelelően heti 3-4 napot, vagy akár napi munkaidőt is osztottan 4-6 vagy 8 órában tudják elvégezni, így jól a saját napi rendjükhöz igazítható már a munkavégzés. A 2,5 éve létrejött közérdekű nyugdíjas szövetkezetek mindezek mellett lehetőséget nyújtanak a generációk közötti tudás, szakmai ismeret és élettapasztalat átadására, valamint a helyi közösségek és a szociális integráció erősítésére is. Az eseményen dr. Baklára bemutatta azokat a szabályokat, ahogy ma Magyarországon a nyugdíjasok a magánszférában foglalkoztathatók. Szó volt a munkajogviszony szabályairól, a munkaszerződésről, a közészben lévő tagsági jogviszonyról, valamint a megbízásos és vállalkozási szerződésről is.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a három jogviszony, vagy a több jogviszony között különbséget tudjunk tenni, és az a tapasztalatunk, hogy leginkább a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszony az, ami még egy kicsit ismeretlen, és amiről mindenképpen tájékoztatást kell nyújtani, akár a vállalkozói szféra, akár a nyugdíjasok részére. A közérdekű nyugdíjas szövetkezeteknek jelenleg már 17 tagja van. Gály József szerint a munkaerő hiányos időkben nagyon jó megoldás lehet az idősebbek ezen rétegének foglalkoztatása a cégek számára, hiszen a szépkorúak a nyugdíjas korba vonulásuk után is nagyon hasznos tagjai lehetnek egy munkahelyi kollektívának. Egy busz megállót borított fel ma a viharos erejű szél Katonatelepen a Kocsispál utcában. Információink szerint az eset hajnal 4 körül történt, de szerencsére senki sem sérült meg. A Katonatelep közügyek elnevezésű Facebook csoportban közzétett fotón jól látható, hogy a buszváról lefordult a beton alapról. Dr. Fekete Gábor, a körzet önkormányzati képviselője rögtön reagálta a történtekre, mely szerint az esetet már bejelentették a Városüzemeltetési Kft.-nél. Mikor délelőtt ott jártunk, már csak az üres megállót láttuk, a helyreállítás akkora már befejeződött. Felborult egy kamion péntek délután az M5-ös autópálya Újhartányi lehajtójánál. A balesetben a jármű vezetője elhunyt. A halálos baleset helyszínével szemközti pályatesten pedig 6 jármű ütközött össze ugyanekkor. Órákon keresztül próbálták talpra állítani ezt a kamiont. A jármű felborult az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon péntek délután 5:30 körül. Az Újhartyáni kihajtónál történt a baleset. A jármű átszakította a korlátot, az árokba csapódott, majd az oldalán állt meg a kamion, melynek utastere teljesen összetört. A kiérkező hatóságok az 51 éves sofőrt a járműben holtan találták meg. Hogy miért történt a baleset, azt egyelőre nem lehet tudni. Dugó nem alakult ki, mivel az autópályát nem, csupán a lehajtót kellett lezárniuk a rendőröknek. Mindeközben Újhartyán térségében a halálos baleset helyszínével szemközti pályatesten 6 jármű ütközött össze, a karambolban senki nem sérült meg, anyagi kár keletkezett, azonban a Szeged felé vezető oldalon több kilométeres sor torlódott fel. Sűrű hétvégéjük volt a Bács-Víz ZRT munkatársainak. Több meghibásodás miatt is intézkedniük kellett a vacsi közben, tájékoztatta szerkesztőségünket Csernus Farkas Krisztián vízhálózati üzemvezető. Szombaton reggel 7:30 jött a jelzés egy lakótól, hogy a Ceglédi utat a Márvány utcával összekötő Vaspálya utcán vízfeltörés van. A Bács-Víz ZRT szakemberei a helyszínre érkezésük után lezárták az úttestet. A meghibásodás miatt 3 családi házban nem volt víz átmenetileg. A hibát 11:30-re elhárították. Egyelőre az aszfaltkeverő üzemek leállása miatt nem lehet elvégezni a burkolat teljes helyreállítását, de az út már járható. Vasárnap dél körül a Márvány utcán egy tűzcsap meghibásodásáról érkezett jelzés a szolgáltatához. A berendezést kicserélték, a vízelzárás 20 házat érintett fél órán keresztül, tudtuk meg az üzemvezetőtől. Sziszi királyné, Arany János és Károlyi Mihály kocsija színesíti azt a gyűjteményt, amely Kecskeméten található. Fekete Béla évek óta keresi a különleges szekereket, hintókat, fiákkereket, konflisokat és csézákat. Ma már 31 darabból álló gyűjteményt tud felmutatni, mely egytől egyig igen értékes. Ilyen tűzoltó kocsival oltották a lángokat az 1800-as években Magyarországon. Kecskeméten Fekete Béla tulajdonában több olyan szekeret, csézát, hintót, konflist és fiákert lehet megtalálni, amelyek igazi kuriózumnak számítanak. Ebben a gyűjteményben csak magyar kocsi van. Tehát ha végigmegyünk a kocsikon, akkor látjuk, hogy a teljes réteget, ami Magyarországon előfordult, de beleszámítva a monarchiát is, azoknak a kocsigyűjtem, vagy a kocsik, amiket használtak, azok itt megtalálhatók. Magyarországon egyébként ilyen tágas gyűjtemény nincsen. Ahogy beléptünk a raktárba, egyből megakadt a szemünk ezen a hintón. Később megtudtuk, ezt Sziszi hercegnő hajtotta.
egy pajtába volt elrejtve, 5 vadászkocsi volt, ez a kiegyezési korból valók, és akkor ez volt a kiemelt, de nagyon rossz állapotban volt, és ezen állítólag Sziszi hercegnő utazott, sőt, kialakították neki úgy, hogy nem fiákerként, hiszen a fiáker az 2 lovas, a konvis az 1 lovas, átalakították 1 lovasra, mert szeretett hajtani Sziszi. Ezzel a hintóval például Arany János író nagykőrösön közlekedett. Ezt a kocsit pedig Károlyi Mihály, az első magyar köztársasági elnök használta. Magyarországon 1971-ben volt az első fogathajtóverseny. A 4-es fogat nyertes kocsia szintén a gyűjtő tulajdonában van. A Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola 16. alkalommal rendezte meg jótékonysági gibáját szombat este. A tanárok és tanulók által előadott kiváló műsor mellé finom báli menü társult, majd a szokásos zenés-táncos jó hangulat uralkodott hajnalig. 264 résztvevő, 712 támogatójegy, 49 partnercég és intézmény jelezte a Korvin Mátyás iskola szombaton tartott idei alapítványi bájának sikerét. Dr. Lóci László igazgató pohárköszöntőjében elmondta, tavaly is jó évet zárt az iskolát támogató Korvin, az emberközpontú nevelésért alapítvány. A 2019-ben elért 9,6 millió forintos bevételük külön szülői támogatás nélkül gyűlt össze, főleg pályázati pénzekből, a báli bevételből, papírgyűjtésből, szponzorok felkutatásából tevődött össze. Az idei bált az immár felújított iskolaépületben tartották. Az intézmény nem csak tetszetős külsőt kapott, hanem a szigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés napelemek által jóval gazdaságosabban, környezetbarát módon működik. A beruházáshoz elnyert 302 milliós topos pályázati pénzt az önkormányzat további 100 millió forinttal egészítette ki. Kecskeméti nemzetiségek báloztak szombaton este a Bajor étterem és vendégházban. A bál célja a kisebbségi kultúrák bemutatása és az összetartozás megerősítése egy közös bálozáson keresztül. Németek, bolgárok, örmények, romák és még sok más Kecskeméten élő saját önkormányzattal rendelkező kisebbség szerepeltette magát a már hagyományjá vált nemzetiségi bálon, amelyet szombaton este a Bajor étterem és vendégházban tartottak. A vendégek köszöntése után elkezdődött a műsorban gazdagást. Először egy nemzetiségi éneket hallgathattak meg a jelenlévők, majd a Vásárhelyi Pál általános iskola tanulói mutatták be nyitott táncokat a vendégeknek. Az ízletes vacsorát követően Pál Attila előadásával folytatódott az est. A német nemzetiségű vendégek voltak a legtöbben, de szép számban mutatta meg magát a városban élő többi kisebbség is. Az idén 175 vendéget fogadó rendezvény minden évben nagy sikert arat, mivel a híres városon élő kisebbségek együtt tudnak szórakozni kultúrát környezetben. A Nemzeti Összetartozás évének tiszteletére idén is megrendezték a Keresztény Polgári Bált a Három Gúnár Hotel rendezvényházban szombaton este. A résztvevőkben közös az, hogy mind szeretik hazájukat, tisztelik történelmüket, és céljuk, hogy a magyarság még hosszú ideig fennmaradjon, országon belül és határainkon túl is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti csoportja, a Római Katolikus Főplébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Kecskeméti szervezete és a Pierista Diák Szövetség közös munkája a már több mint 30-szor megrendezett bál. Az a teljesen véletlen egybeesés tette még különlegesebbé az estet, hogy a kormány az összetartozás évévé nyilvánította 2020-at, és a bál is ennek jegyében készült. Több mint 200 olyan bálozó gyűlt össze az idei Keresztény Polgári Bálon, akiknek szívügye a magyarság fennmaradása, tisztelik és szeretik hazájukat és történelmüket. Az est fővédnökei Szemerényné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere és dr. Bábel Balázs Kalocsa Kecskemét főegyházmegye érseke voltak. Dr. Finta József atya köszöntötte a vendégeket, akik között voltak olyanok is, akik Kárpátaljáról, Délvidékről vagy éppen Erdélyből érkeztek a már hagyománnyá vált bálra. Díszvendégként Harrach Péter országgyűlési képviselőt, frakcióvezetőt üdvözölhették. Azzal, hogy több generáció is szerepelteti magát, szeretnék átadni a fiataloknak is az összetartozás fontosságát, így kialakítva a hagyományérzést. A szervezők szerint nagy szükség van a határon túli baráti kapcsolatok ápolására és a magyarság tudat erősítésére. Az est gazdag programjai között mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
A műsorban szerepelt kárpát-medencei táncok, palotás és keringő bemutatása is. Emellett a vendégeknek volt lehetőségük pálinkát kóstolni, majd hajnalig mulatni a barátok együttes muzsikájára. Ismét Kecskeméten versenyeztek a rejtvényfejtők. A hétvégi megmérettetésen közel 200 versenyző vett részt kezdőktől a mester rejtvényfejtőig. Az országos rejtvényfejtő verseny évadnyitó versenyét második alkalommal tartották a Híros Városban a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete szervezésében. A kétnapos verseny első napján egyéniben, a második napon pedig csapatban várták változatos rejtvények az üres rubrikák szerelmeseit, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája dísztermében. A rejtvényeket külön készítették erre a versenyre, így garantálva azt, hogy a szellemi erőpróbán szereplő rejtvényekkel még nem találkoztak a versenyzők. A résztvevők kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriában szálltak harcba a győzelemért. A rejtvényfejtő kétharmada nyugdíjas volt, viszont sok fiatalt is vonzott a verseny. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Megvan a koronavírus első magyar betege. Olaszországban mindeközben már heten meghaltak, és több mint 200-an megfertőzöttek. A koronavírus egyelőre megállíthatatlan. A helyi iparűzési adó változtatásával csökkenteni a vállalkozók terheit a Nemzeti Versenyképességi Tanács, ami heves vitát generált az elmúlt hetekben. A polgármester közlemény juttatott el stábunkhoz a téma kapcsán. A nyugdíjas foglalkoztatás előnyeit és lehetőségeit mutatták be ma délelőtt a Mértéri meg szakmai fórum sorozat kecskeméti helyszínén. A Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamarában megrendezett eseményen nem csak a nyugdíjasok, hanem a vállalkozási szféra is részletes tájékoztatást kapott. Egy busz megállót borított fel ma a viharos erejű szél Katonatelepen a Kocsispál utcában. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, amelyben betekintést nyerhettünk, miért van a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és a Korvin Mátyás iskola előtt egy óriás szív. Vendégünk lesz Csizmadia Ilona, a Híros Agóra ifjúsági otthon programszervezője, akivel az idén jubiláló szülők iskolájáról beszélgetünk. Végezetül beszámolunk arról, hogy mit jelent tudni az autizmusról. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor. Éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én megköszönöm a esti figyelmüket, viszontlátásra! Kedden megnövekszik a felhőzet, azonban napsütésre is számíthatunk. Napközben csapadék nem várható, azonban este előfordulhat kisebb eső is. A szél több helyen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet 2 és 16 fok között alakul. Szerdán megvastagszik a felhőzet, többnyire erősen felhős idő várható, sokfelé alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A szél több felé erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 fok körül valószínű. Csütörtökön borult lesz az ég, elszórtan eső, zápor is előfordulhat. A nap második felében felszakadozik, csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. A szél továbbra is erős, időnként viharos lesz. Hajnalban 1 fokot, napközben pedig 7 fokot mérhetünk majd.